Sziasztok, kedves gitárosok! Már egy nagyon fasz a kis szóló részletet hoztam el nektek. Egy Alma szólónak az első felét. Ez a Alma zenekartól H-val a végén, tehát nem Alma. Alma zenekar Magic Flame lesz a szám címe, és Paolo Schröber gitározott ebbe. Sajnos ő azóta meghalt, de nekem azóta ő a legnagyobb áldalom, mióta hallottam játszani, iszonyat tempókat játszik, nagyon-nagyon minimális kézmozgással érdemes megnézni. Van fent erről talán valahol ilyen angol nyelvű oktató videó, és egyébként de gondoltam, hogy csinálok egy magyart, így egyszerűbb a magyar honfitársaimnak, gitárosoknak. Úgyhogy nézzük is meg, ez a szóló, ez A-mollba lesz alapvetően, és nagyon szép arpeggio bontások vannak benne, itt arra koncentrálnánk. Következőképpen néz ki az első fele. Tehát itt az A-moll arpeggio formánkkal játszadozunk, megyünk fel, mutatom még egyszer, első pozíció. Hármas pozíció. Négyes pozíció, nagy kvárt kinyúlással. Itt lejövünk teljesen. Utána stílusosan következik egy G-dur arpeggio, ilyen Greco-féle tapping figurával. Egy E-moll arpeggio-ba végződik közelből, tehát E hangon. Itt a következő képen néz ki, először csak az arpeggio. Tizenötödik bunt tapping, alaphang. Kis új helyére tapping, itt hammer-on. Tizenkettő, hammer-on. Tizenkettő, hammer-on. Tizenkettő, hammer-on. 10-esbe, 14-esbe hammer-on, és legato le a 7-esbe, E hangon. Még egyszer lassan. Különlegesség ennek, hogy mindig így rakosgatjuk le az ujjakat hammer-onnal, ilyen hammer-on from nowhere, Greco így hívja, hogy a semmiből. Tehát nem így hammer-on, hanem csak a semmiből rá. Volt egy kis hiba. Tehát ez a következő rész, és az utána levő pedig egy D-moll 7 arpeggio bontása F-dur keverékekkel, meg F-maj 7 keverékkel. Még egyszer lassan az D-moll 7 arpeggio bontása. F-maj 7 arpeggio. F-dur arpeggio. És F-dur vége. A következő részünk már egy ilyen kis pici arpeggio futam. Következőképpen néz ki A-moll. Thank you.
C-dur. C-dur. Ezeket nem tudom lassan eljátszani, bocsánat, de egyszerűen furi a szekvencia. Mutatom még egyszer. És ámol skála felmenet. Próbáljuk már meg még egyszer egybe, de nem hiszem, hogy fog sikerülni, megnézzük. Próbáljuk meg 100-as tempón, mert ez 87 volt. Kicsit már nehezebb. Úgyhogy ehhez még gyakorolni kell. Köszönöm, hogyha megnéztétek a videót, örülök, hogyha tetszik, hallgassatok sok almát, nagyon-nagyon jó, meg egészséges az alma. Úgyhogy, hú, de szar volt. Érdemes ráhallgatni a Paulo Schröbernek az összes szólóját, mert eszméletlen, miket művelt az a csávó. Nagyon sajnálom, hogy már nincs köztünk és nem tud több zenét írni. Ha tetszett a videó, akkor köszi, ha nyomtok egy lájkot és feliratkoztok a csatornámra további tartalmakért. Ha szeretnétek tőlem online tanulni, keressetek bátran, lehet akár hasonló dolgokat is, vagy jazz, blues-t, funkit, country-t, bármit, akár egyszerű akkordos zenéket is, ha kezdő vagy még. És elkészült többféle oktatócsomagom, Molskál összes pozíció könnyed megtalálása, összes hang a gitáron megtalálása, blues kezdőknek, Molskálával egy gyönyörű dal, amit én írtam szólóval együtt a dallamalkotás megtanulására, és a jazz blues kezdőknek, F-ben ezek elérhetőek, most kedvezményes áron, úgyhogy keressetek bátran Balázs Tóth Facebookon, Messengerre rám tudtok írni, vagy tocesz@gmail.com. Köszönöm még egyszer, hogy megnéztétek, remélem élveztétek a videót, jó gyakorlást, sziasztok!